Nélkülük nehezebb és jóval drágább volna. A díszburkolatot söprő közmunkások és a munkalehetőség a jövőért Szolnok KHT telephelyén dolgozó társaik jóvoltából üt el a megszokottól, és csempész új hangulatot a belváros megszokott képébe a Tiszazagyva torkolatnál kiépített gátszakasz koronája. Amit itt látunk, burkolatot, a munkalehetőség a jövőért KHT közmunkásai öntötték, a közmunkásai csinálták az öntőformát, a munkalehetőség a jövőért közmunkásai értékesítették, és ők azok, akik lerakták egy jó részét ennek a burkolatnak itt az Agyvaparton. De a közmunkások nem csupán itt, hanem iskolákban, őrzést igénylő telephelyeken, műhelyekben is helyt állnak. A téli közmunkaprogram jóvoltából a munka mellett képességeik fejlesztésére is jó páran lehetőséget kapnak. Rengeteg olyan ember ült be iskolapadba, aki a nevén kívül mást leírni nem tudott, azt is komoly nehézségek árán. A számtan, nem a matematika, a számtan nehezére esik. Nem mindegy, hogy ezeket az embereket képesek vagyunk-e arra szintre felhozni, hogy egy alapképzettsége legyen legalább az életre vonatkoztatva. Ezek az emberek nagyon örülnek annak, hogy tanulhatnak, és nagyon örülnek annak, hogy dolgozhatnak. Az érintettek keresetének alsó határa meghaladja a havi bruttó 70 ezer forintot, ami Szalai Ferenc szerint ugyan nem sok, mégis többszöröse a 20 ezer forintot alig átlépő segélynek. A polgármester szerint minden a közmunka intézménye ellen elhangzó kritika káros. Nem szabad lenézni a közmunkásokat és elhallgatni az eredményeket.